Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelenlevő gonosz világból, Istennek, a mi atyának akarata szerint, aki a dicsőség is, örökkön örökké. Amen. Szeretettel köszöntjük testvéreinket a Szekszárdi Református Egyházközség templomában, ami ma helyt ad közös Istenre figyelésünknek, a vele való kapcsolat közös ünneplésének. Szólítsuk is meg Urunkat a 168. dicsérettel, felismerve ebben a dicséretben is, hogy Isten irgalmas, nagy Úr, aki gondot visel rólunk, aki bűnös voltunk ellenére, kegyelmével és igéjével, igének igazságával közeledik hozzá. Ha először ismeretlennek tűnne is a dallam, amit ma orgona kísérlet nyelvül fogunk megpróbálni feleleveníteni, nagyon figyeljük oda a dal az egésznek a tartalmára, és bízunk benne, hogy a dicséret végére a dallam világba is be tudunk kapcsolódni, és itt tudunk egy közösségé olvadni. A 168. dicséret mind a 4 versét énekeljük, ami ki is lesz vetítve, és biztatunk mindenkit, hogy a kivetítőt figyelje, ott vannak a dicséretek, ott lesznek az igehelyek, ott lesz sok minden kivetítve. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel, hímelén borul, bűnére áldva, felséges neve, hogy este kérje nagy kegyelmedet. Gondolsz rám híve, oltalmaz kezel, rólunk egy percre, azt le nem veszel. Irgalmasságon mindig oly közel, és erős karod minket átölel. Nagy jóságodra méltók nem vagyunk, rossz útra térve gyakran elhagyunk. Kérünk, Úr Isten, Krisztus Jézusért, vérrel elcsíttel, szent szerelmedért, irgalmasságot közölni velünk, és tárti szívem mibe is. A helyünkön maradás egészen az Úrtól adott imádság elmondásáig senkit ne akadályozom, hanem segítsen abban, hogy az Isten igényére figyeljen. Imádkozzunk! Istenünk, dicsérjünk téged, és hálásak vagyunk neked azért, hogy összejöhettünk ezen a téli estén, hogy együtt imádkozzunk. Kérünk azért, hogy egyesíts bennünket, hogy tégy bennünket egyé egymással, hogy nyisd meg a szívünket, hogy mi a te követőid egységben tudjunk lenni. Ne csak névleg és ne csak az ökumenikus ima héten, hanem valóságosan egységben tudjunk lépni ebben a városban. Urunk, a te szent lelked munkájára hivatkozunk, és azt kérjük és hívjuk segítségünk. Kérünk, hogy mozgass meg a szívünket, változtassa a motivációinkon, változtassa a szívünk leglényegén, a gondolatainkon, a gondolkodásunkon. Urunk, téged hívunk és téged kérünk, hogy az ige hirdetésben is légy velünk. Áld meg az ige hirdetést, hogy a szívünk be tudja fogadni, hogy világos és érthető legyen számunkra a te akaratod. És hogy ne csak halljuk, hanem
cselekvő is legyünk a Te igédnek, a Te szavadnak. Segíts, hogy a mi akaratunkat készek legyünk meghajtani a Te akaratod előtt, és hogy engedelmesek legyünk Te neked és Te hozzád. Urunk, Te hívtál el bennünket, különböző közösségeket, hogy Téged dicsérjünk. Akár katolikus, református, evangélikus, metodista és baptista testvéreket ebben a városban. Kérünk, hogy egyesíts bennünket, kérünk, hogy hadd legyünk egyek szívben és lélekben, hogy amikor a Te hangodat halljuk, akkor ne keményítsük meg a szívünket, hanem cselekedjük azt, amit hallunk, és a Te akaratod szerint éljük az életünket. Az Úr Jézus nevében. Amen. Donát testvérünk felvezetésével az egységért imádkoztunk. Tegyük ezt most közösen dicséretmondásban is. Énekeljünk kedves dicséretünket, amit szoktunk is énekelni akkor, amikor találkozunk felekezetek egymással, Krisztus kegyelmének az égisze alatt. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egyben át. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe át. Hídünk alja úgy ölelje, éles megváltunk hatát. Őt helyünk mindig itt adja, ő a fény is színe. Királyságod nemzedékről nemzedékre megmarad, királyi uralmad örökké tart. Az örökké való megtartja ígéretét, és minden tette hűségéből fakad. Isten kegyelme, irgalma és hűsége találkozik az új szövetségi ígében, az ő igazságával. A János írása szerinti evangélium 8. fejezetéből olvasom a 30. és a 36. verset által határolt szakasz. Jézusra utalnak ezek a mondatok. Amikor ezeket mondta, tudnélik Jézus, sokan hittek benne. Így szólt akkor azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne,
ha ti megtartjátok az én ígémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesznek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre. A fiú marad ott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesznek. Amen. Imádkozzunk Szent Lélekért, közösen fogjuk ezt tenni, úgyhogy biztatom is a közösséget arra, hogy egy rész után együtt mondja majd, Isten élő lelke, jöjj! Mindenható dicsőséges Istenünk, akinek nagy a kegyelmed és irgalmad, kérünk most közösségben, add lelkünk az egység lehelyekét, amelyre az igazságban találkoztatja sok féleségünket. Isten élő lelke, jöjj! Adj lelkünkbe türelmet, mely szeretettel fogadja a másikat, és közösséggé formál bennünket. Isten élő lelke, jöjj! Add nekünk lelked tüzét, amely egyesíti mindazt, ami részekre szakad, és meggyógyítja azt, ami beteg. Isten élő lelke, jöjj! Könyörgünk, add nekünk az élet lehelletét, amely meghátrálásra készít és legyőzi a hazugságot és hamisságot, és felrögtetje az igazságot, a Krisztusét. Isten élő lelke, jöjj! Áldjon a kegyelem Istenem, aki adja a fiú szent lélek, és aki mindent újjá tud teremteni. Amen. Énekeljük is közösen, az imént kértünk, Isten élő lelke, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj el rám, ígéd lángod járja át, szívem és hazám. Hogy felküldjek, öntsel tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Isten élő lelke, jöjj, létrezélek így. Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjai. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, örülök az újbóli találkozásnak, hogy kicsit elcsendesedhetünk Isten igéje üzenete mellett. Egy rövid igei idézetet hadd olvassak Mózes 5. könyve 16. fejezetéből. Egész heti imahetünknek, elcsendesedésünknek tárgya, témája az igazság, az igazságban járás. Micsoda az igazság, kicsoda az igazság, hol találjuk az igazságot, hogy tudnánk igazodni, megigazulni, mindannyian igazságban járók közé tartozni. Mózes 5. könyve, 16. fejezetének az utolsó 20. versét olvasom. Az igazságra, és csak is az igazságra törekedj, hogy életben maradj és megtarthasd birtokodban azt a földet, amelyet Istened, az Úr ad neked.
olyan megható üzenetté vált számomra, hogy elcsendesedtem e témakörben, amikor az igazságról beszélgetünk magunk között, ugye automatikusan ébred talán mindannyiunkban is a kérdés, és hát micsoda az igazság? Hol találjuk az igazságot? Ki mondja meg, hogy mi az igazság? Az igazságra és csak is az igazságra törekedj, hogy életben maradj. A mindenható üzenete már a Szentírás elején találkozunk vele, és bizonyára eszünkbe juthat Biblia forgató testvérek hamar gondolnak erre, első gondolatom nekem is ez volt, amikor Pilátus kérdezte az Úr Jézustól, micsoda az igazság? Egy örökérvényű kérdés, már legalább 2000 éve, de inkább még több is. És miközben ezen gondolkodtam, mindjárt eszembe jutott, hogy nézünk ki, hogy fest az ábrázatunk, hogy jelenőképesek vagyunk-e. Az ebbéli igazságot a fürdőszoba tükre mondja meg, ugye? Biztos, hogy mindegyikünknek van otthon legalább egy, még kettő is, mert a nappaliba, előszobánkba is van még egy, meg a fürdőszoba tükör, meg még a hálószobában is szokott lenni. A tükör, ahogy szokták mondani, a tükör megmondja a tutit. Lehet, hogy szeretném, hogy másképp nézzek ki, egy kicsit dúsabb fajkoronával, vagy mások szeretnének alakjukat, hogy másképp fessen. A tükörbe belenézünk, az az igazat, az igazságot fogja mutatni. Így festesz. És hát próbálunk is igazítani rajta, ugye, borotvával, vagy egyéb dolgokkal, amit csak tehetünk, igyekszünk. Milyen különös ez, az emberi élet, emberi szív romlottságát láttam hirtelen felbukkanni már itt is, hogy azért ehhez is értünk, ugye, hogy torzítsuk, hogy az igaztalanságot képviseljük, ha az előnyösebb lenne pillanatnyilag. Az jutott eszembe, amikor még kisgyermek voltam, 70-es, 80-as években, talán másokkal is megesett, ugye, hogy tetszettek járni, vagy a hírét hallották legalább a budapesti Vidám Parkban az elvarázsolt kastély tükörtermének. Milyen nagy szám volt, 10-15 éves voltam 80-85-ben, amikor ott sétáltunk, és a homorú meg a domború tükrökből nézegették a népek egymást. Egész jól nézek ki, nem drága? Sokkal jobban festek most, mint igaziból, eredetiből. Az a tükör jobbat mutatott, csak valótlan, nem az igazságot. Mi 80 voltunk testvérek, 6 fiúk és 2 nővérem, a legfiatalabb öcsém, az ikerpár öcsémnek is a 10 perccel fiatalabb tagja. Volt olyan vékony, mint az ujjam, hogy a bátyáim mindig nevettek rajta, hogy átlátunk rajtad, Danikám. És még csúfolták is, hogy neki nem nagy gond, hogyha hátul nem ér össze a keze, most már én se jutok oda, a régebben még ha össze is érte egy kicsit, már most, hogy telik az idő, nem sikerül. De őt mindig így mosolyogták a bátyáim, hogy a Dani az a hasát szappanozza és a háta habzik. Ilyen vékony, ilyen jó. Ő hogy szerette ott a tükörbe nézegetni magát, a Vidám Park elvarázsolt kastély tükörtermébe. Ugye milyen jól nézek ki? Olyan délceglegény lett belőle az egyik tükör előtt. Mutat valamit. Tehát nem az igazság, és lehet, hogy jobban festünk a tükörbe, azért az mégis fontosabb, nem? Hogy mi a valóság, hogy mi az igazság. És vajon egy bölcs idős testvérnek a tanácsát, gondolatát idézem, az kinek jut eszébe, hogy olyan tükröt kerítsünk, ami a jellemünket mutatná meg. De hol találunk olyan tükröt, hogy belenézünk, és a jellemünket megmutatná, hogy na, hát ki vagyok valójában, hogy kik vagyunk, miféle tükör tudná bemutatni, hogy így néz ki a Fodor Peti. Ez a jellem, a magatartása, hogy néz ki a önző vagy önzetlen magatartása, a türelme, türelmetlensége, szelítsége, ideges, dühös maga. Hol találunk ilyen tükröt? És még azt is mondta ez az idős testvér, hogy sok ember megrémülne, ha olyan tükörbe nézne, ami a jellemét mutatná. Én is elszégyeltem magam. Lehet, hogy nem is szívesen nézelődnénk olyan tükörbe, ugye, ami a jellemünket mutatná. Úgy a lelkünk mélyén sejtjük, hogy lehet, hogy nem minden kerek.
eltorzultunk attól az eredetitől, az igazitól, a Krisztusitól, az Istenitől, a jó rendtől, valahogy csúnyán eltorzult a jellemem, magatartásom, hogy szégyellem magam, most nem merülök bele, tavaly előtt már részletesebben emlegettem, hogy milyen bizakodással szövögettem a köműves vállalkozói terveimet, mentem méhészkedni a saját okosságom után, futottam nekem, nem mondja meg senki, hogy hogy boldogulok, majd én kikaparom magamnak a gesztenyét. És lehet, hogy messze elkerültem a tükröt, ami a jellememet mutatná, engem az nem zavart. A környezetemet annál inkább zavarta. A jelleme, a Krisztustalan, istentelen magatartás, a bűnök uralma, a keserűsége, rossz indulata, fekélye. Sokan elkerülik a tükröt, nem törődünk vele, hogy mi újságot bent a szívünk, lelkünk legmélyén, de a mások, házastárs, családtag, szeretném, attól szenved, a jellemvonástól. No, ezért került Jézus is olyan hirtelen 3 év múlva Pilátus elé. Mert csodáltam, ahogy elmélyedtünk benne, és csak emlékeztetem a testvéreket, hogy megjelent a fény, a mennyei tükör, a Jézus személye, magatartása, tanítása. Hirtelen leleplezett mindenkit. Nem fogadták személyét, tanítását. Még meg is mondta a szeretetteljes isteni élete magatartása mellett, hogy mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, házasságtörések, parázosság, minden lopás, kapzsiság, hamis tanúskodás, Isten káromlás. Ugye emlékszünk az evangélium üzenetére, csak nagyon kevesen voltak, akik fogadták a Krisztus tanítását, szerették, őt közeledtek hozzá. A többség kikérte magának, és visszautasította azt a mennyei fényt, a mennyei tükröt, hogy jellemünket tükrözni. Az isteni ember, a teremtett, a teremtés koronája istentelen lett. A bűn nyomorúsága, a bukásunk, engedetlenségünk miatt, és ezért mondja a Filippi levélben az apostol, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Ez lenne a cél, hogy kiformálódjon bennünk a Krisztus ábrázata, jelleme, az ő szellemisége, hogy befogadást nyerjen, hogy teret kapjon, hogy minden nap belenézzünk a tükörbe, ami a jellemünket mutatja. Ezen a héten úgy az egységért, az igazság ismeretért, igazságban járásért imádkozunk, arra törekszünk, közeledünk. Valaki olyan frappánsan fogalmazta meg, hogy nem kellene ilyen nagy, világmegváltó gondolatokat, terveket szövegetni, nem baj, ha imádkozunk áldásért, a világ békéért, Isten kegyelmének kiáradásáért, jól tesszük, ha időt szánunk rá. De tegyünk több hangsúlyt arra, hogy a saját házunk tája rendben legyen. Na hát, mikor ezt nekem mondta valaki, jé, milyen igaza van. Ha itt, ott, amott, itt Szekszárdon, a saját házunk tája kezd rendbe jönni, az a Krisztusi ábrázat kiformálódik bennünk, a Krisztus indulat. Ha helyre áll az isteni természet, akkor apránként rendbe jön a béke, a város békéje, a világ békéje. Kezdjük a saját házunk táját. És nekem így mondták akkor a 93-ban súlyos balesetem után, amikor rokonnyugdíjas lettem 94 tavaszán, újból hívtak a hívők a gyülekezetbe. Kezdték mutogatni a tükröt, a mennyei tükröt, hogy egy kicsit szembesüljek a jellememmel is. Kezdtem elszégyelni magam, kezdtem összeomlani, amikor helyt adtam eme gondolatnak, hogy a borotválkozási tükör után vagy mellett még nézzünk a jellemünket mutató tükörbe. És úgy olvassuk a Jakab apostol levelében, legyetek azért az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert aki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, az olyan, mint az az ember, aki megnézi magát a tükörben, de nyomban el is felejt, hogy milyen volt, nem törődik vele. És tették elém a 25. verset, és úgy megható üzenetté vált már 94 tavasza óta. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele,
és megmarad mellette, úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Na hát, milyen csodálatos aranymondás! Aki beletekint ebbe a tükörbe, és megtartja, ahhoz igazodik, na, igazítsunk valamit. A lelkületünkön, a szeretetünkön, a türelmetlenségünkön, emberi vonásunkon. Hozzámérem Krisztushoz, belenézek a tükörbe, nem feledékeny hallgató, a tevékeny megvalósítója leszünk a mennyei, a krisztusi üzenetnek, azt boldoggá teszi a cselekedetem. Isten kegyelme, szeretete kiárad, kinyílik reá, átéli és tapasztalja, amiről az Úr Jézus is beszélt, már hallottuk az iménti felolvasásban, János Evangélium 8. fejezetében. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ha a fiú megszabadít, valósággal szabadok lesztek. Ugye emlékszünk rá, hogy ki is kérték úgy Jézus hallgatói, akkor a korabeli hallgatók, hogy hát mit beszél ez a názáreti rabbi? Soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogy mondhatod te, hogy szabadokká lesztek? Hallottuk az imént a felolvasásból. Aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. Nem tudunk szabaddá lenni, válni, míg valaki meg nem szabadít. Ha a fiú megszabadít, akkor leszünk valósággal szabadok, az igazság. A Krisztus személye, szeretete, lelkének teljessége kiárad, szabad, boldog, új életet hozhat. Úgy olvassuk a János 14.6-ban, Jézus bemutatkozása ez. Én vagyok az út, az igazság, az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Ki mondja meg, hogy mi az igazság? Ki az igaz? Én vagyok az igazság, mondja az Úr Jézus. Szeretőm, megváltunk, az Isten ember megjelent, hogy a fészekből kiesett fiókákat, a tékozló fiakat visszasegíts az atyai házhoz. Így kaptam én is kegyelmet, én igazán nem érdemeltem, hogy még 93-4 után valaki törődjön velem. A csúnya, istentelen, lázadó, büszke, beképzelt kapzsi magatartásom miatt, hogy mennyi szomorúságot okoztam szüleimnek, szeretteimnek, az ócsai gyülekezetnek. Nem győzték mondani, amikor összeomlottam, és már 67%-ban rokkant nyugdíjas lettem 24 évesen. Péterké. Erről beszél az Úr Jézus, mikor azt mondta, az emberfia azért jött, megkeresse és megmentse az elveszettet. Próbálj utána nézni ennek a mennyei tükörnek, használni, alkalmazni. Úgy mondta az Úr Jézus Pilátus kérdésére, úgy emlékszünk rá, kérdezi, mi az igazság? Azt mondja az Úr Jézus, hogy én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Kire hallgatsz, Péterként? Kérdezték. Csak tőlük függ, hogy kire hallgatunk, hogy kinek a szavára adunk, hogy kivel törődünk. Jézus ezért jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, az hallgat az én szavamra, így mondta. És 94 tavasza óta, amíg kezdtem oda hallgatni rá, ő ráfigyelni, minden reggel, este veszem a mennyei tükröt, belenézek. Ó, Uram, mi óriási a különbség. Bűnbánó szívemet hozom, Isten kegyelmét, bocsánatát kérem, átélem és tapasztalom. Ha megvalljuk bűneinket, ő és igaz, hogy ő megbocsát, megtisztít. Boldog új életet nyertem, Isten kegyelmét, bocsánatot. És így lett tapasztalat az, amiről szintén hallottunk a korábbi felolvasásban, a 145. Zsoltár 8. versét idézem. Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Akkor valakinek idéztem ezt a drága kijelentést, üzenetet, majdnem rám borította az asztalt egyszer, hogy hát ez kitapasztalja ezt itt most ma, manapság, ebben 21. században, hogy jóságos az Úr, hogy türelme nagy, hogy áldása lenne a mindenhatónak, azt mondja, én pont a másik végletet tapasztalom. Ja, mondom, hát szoktad alkalmazni azt a mennyei tükröt, ami a jellemedet mutatja? Szoktad fogadni Krisztus üzenetét,
Oda hallgatsz rá? Mert azok járnak igazságban, azok a megigazítottak, akik hallgatnak az ő szavára. Akik igazságban járnak, azok hallgatnak is rá. Hát nem értette. Nincs kapcsolat a mennyei királlyal, a szolga királlyal, aki egész életét letette, értem, helyettem és miattam a közelmúltban, gyülekezetünkben. Idéztük, foglalkoztunk ezzel az Ézsaiás 50. fejezet 6-os versében, megható üzenet lett számomra. Nem is olyan nehéz megjegyezni, Ézsaiás 56. Mert hagytam, hogy tépjék a szakállamat, hogy verjék a hátamat, hogy az én orcámat nem takartam el a köbdösők elől. És a fejére tették a tövis koronát, és a kezébe verték a szögeket. Értem és érted, helyettünk és miattunk, hogy bennünket, a tékozló fiakat visszavezessen az atyai házhoz, hogy ezután már ne csak a szobának, a fürdőszobának a tükreit nézegessük, hogy ne a homorú vagy a domború tükröket. Hát nem is tudom, hogy van valaki otthon, aki esetleg alkalmazza, még milyen nagyszerű ötlet is lenne, homorú, domború tükröket, hogy jobban fessünk. Mit segíteni az rajtunk? Ha otthon alkalmaznánk egy olyat, ahol jobban látszunk, hát lehet, hogy nekünk jobban tetszünk magunknak, de a valóságon nem változtat. A valóság, az igazság, ott lesz áldás, szabadulás, kimenekedés, tapasztalat, átélt, megvalósult tapasztalat, hogy kegyelmes és irgalmas az Úr, a türelme hosszú, szeretete nagy, ha alkalmazzuk ezt a mennyei tükröt. Megjelent Istenek üdvözítő, megmentő kegyelmes. Erre nevel bennünket, hallgass, hogy oda hallgassunk rá. Csak azok élik át és tapasztalják, akik alkalmazzák a mennyei tükröt. Az igazságot Jézus mondta. A mennyei király. Szem és fültanúk leírták. Már csak egy gondolatot említek, hozok a testvérek elé. Ugye emlékszünk, a szem és fültanúk Máté, Márk és Lukács, János is feljegyzi, amikor ott vannak a megdicsőülés hegyén a Mesterrel. Jó nekünk itt lenni, mondja Péter. János és Jakab mind leírják a levél, saját szemünkkel láttuk és hallottuk azt a mennyei kijelentést. Amikor úgy elváltozott a Mester, mennyei fény vette őket körül, hang hallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam. Reá hallgassatok! Azóta boldogulok, mióta igyekszem őre hallgatni. 94 tavasza óta elhatároztam, mindennél fontosabb, hogy mit tett, mondott és vár tőlem a mennyei király. Ő előbb szeretett engem, mint hogy én szerethettem volna őt. És itt cseng a fülembe, a szívembe, a tükör, az igei üzenet felhívása. Mi tehát szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. És ha sikerül őre hallgatni, megtalálni az élet útját, az igazságot, Krisztust, tapasztalat lesz, hogy nem vagyunk egyedül. Tartsatok tehát bűnbánatot, stérjetek meg, mondja az írás, hogy eltöröltessenek bűneitek. És Istennek kegyelme, megújító, áldó, újjászülő kegyelme tapasztalati élmény lesz. Ezzel fejezem be bizonyságtételemet. Sose feledjük legalább a Jakab 1.25-öt, aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette úgy, hogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Amen. Úgy legyen. Álljunk fel a helyünkről, és felejjünk az igei hirdetés üzenetére Nicei vallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született minden idő előtt,
Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született és nem teremtett, az Atyával egyedülű, és általa lett minden. Életünk emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből, megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. Keresztet feszítették, értünk boncolsúzsdásos halat, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapon feltámad az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyabozsán, újra eljön dicsőségére, ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és életünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, és aki szólt a proféták által. Hiszem az egy szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatát. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Fogadjuk. Fejünket meghajtva, csendesedjünk el imádságra. Drága jó atyánk, köszönjük, hogy egészen közel hajoltál hozzánk, hogy megkeresd és megmentsd elveszett életünk, hogy a bűn által, ösztöneink, indulataink által eltorzított életünk, kapcsolatunk helyre álljon. Köszönjük, Úr Jézus, hogy közénk jöttél, hogy megismerhessünk, hogy a tükörben magunkra ismerjünk. Köszönjük, hogy törődhetünk veled, hogy hallgathatunk reád. Köszönöm, hogy én reám is vártál. Köszönöm, hogy hosszan, türelmesen vártál, hogy tudjak alászállni, téged komolyan venni. Törődni veled, szereteteddel, áldozatoddal, a győzelmes feltámadásoddal, ígéreteiddel. Köszönöm, hogy felajánlottad a pártfogást, az örökbefogadást, hogy mindannyian gyermekeid lehetünk, kik csak téged befogadva a lélek által elpecsételtetünk, és új életre születünk, isteni természet részesei leszünk. Köszönjük a kegyelmet, a lehetőséget. És imádkozunk is azért, segíts bennünket, hogy tudjuk mi mindannyian minden nap alkalmazni ezt a mennyei világosságot, a tükröt, a veled való drága közösséget, kapcsolatot, hogy tudjunk szót érteni egymással, hogy legyünk egymással halló távolságban, a te üzeneted legyen nyilván bennünk, hogy a te életed, igazságod, az új élet hadd legyen szembetűnő. Köszönjük, hogy nem lehetetlen veled, benned új életet kezdeni, új életben járni. Segíts bennünket, tudjunk betelni veled, hogy másoknak is utat mutathassunk hozzád, hogy egység és békesség legyen kegyelmedből általad életünkben, szívünkben, családunkban, szeretteink, rokonsági körünkben, hogy legalább a magunk házatája rendben legyen. Köszönjük, hogy ez lehetséges. Köszönjük, drága jó atyánk, hogy te meghallod a szívünk őszinte imáját, a fohászt, és szerető kegyelmességedben bízva kérjük és várjuk, hogy cselekedj többet is, mint képzelhetnénk az Úr Jézus drága nevéért. Amen. Kedves közösség, most szeretnék együtt imádkozni, és ezzel az imádsággal elkötelezni magunkat az irgalom, az igazság és a szeretet cselekedetei mellett, hogy egységben tudjunk lépni az életünkben. Ehhez a Szent Lelket hívjuk segítségül, és az egyes ima részeknek a befejezéseként a közösség együtt fogja majd mondani velünk együtt, Szentlélek, egyesíts bennünket a cselekvésben.
Jézus Krisztus imádkozik a tanítványai egységéért. Életének ajándéka igazság a világ számára. Mint Krisztus testének tagjai arra hivattuk, hogy együtt járjunk őt követve. Halljuk meg az ő hívó szavát. Szentlélek, egyesíts bennünket a cselekvésben. Törjük meg a kapzsiság bűvkörét, és éljünk egyszerűségben. Szentlélek, egyesíts bennünket a cselekvésben. Mint Krisztus testének tagjai, arra hivattunk, hogy szabadulást hirdessünk a foglyoknak és mindenféle erőszak áldozatainak, hogy segítsük őket méltóságban élhessenek. Szentlélek, egyesíts bennünket a cselekvésben. Mint Krisztus testének tagjai, arra hivatottunk, hogy vendégszeretők legyünk az idegennel is. Egymást megelőzve tanúsítsunk tiszteletet. Szentlélek, egyesíts bennünket a cselekvésben. Mint Krisztus testének tagjai, arra hivatottunk, hogy hirdessük az evangéliumot az egész teremtett világnak. Őrizzük meg Isten teremtett világának életét és szépségét. Szentlélek, egyesíts bennünket a cselekvésben. Mint Krisztus testének tagjai, együtt hallhattuk Krisztus parancsát és engedhetünk neki, ti pedig így imádkozzatok. Most pedig készüljünk Isten igéjének áldásként való magunkra a vételére, fennálló kérjük az áldást, azt követően pedig foglaljuk majd újra helyet, és együtt énekeljük, vezess bennünket Jézusunk, vezess Jézusunk téged. Végül pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei édesatyánknak szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen velünk minden napon át. Amen. Közös imádságként is énekelhetjük, vezess Jézusunk, véled indulunk. A második vers eléneklésénél a szolgálattevők, akiknek ezúton is megköszönöm az együttműködő szolgálatot, elindulnak a főbejárathoz, ahol készfogással tanúsítjuk egymás felé testvéri szeretetünket, közösségünket, és így kívánunk egymásnak Isten áldást. Vezess Jézus!